Csá, sziasztok! Üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy ilyen komment reagáló videóval. Úgy gondoltam, hogy ha már egyszer ti írtok nekem kommentet a videóim alá, akkor nekem meg kellene rá válaszolni, és sokszor nem tudok így írba válaszolni, írásban, mivel olyan sokat írtok, hogy én meg nem tudok, én meg béna vagyok, és meg igazából videózok, meg csinálok minden hülyeséget, ahelyett, hogy normálisan válaszolnék, de olvasom a kommenteket, és úgy gondoltam, néha legyen egy ilyen videó. Na, akkor menjünk visszafele. Augusztus 15-e hétfő van, 2022, ami eddig érkezett, délután 4-ig komment, arra fogunk válaszolni. Oké? Azokra válaszolunk. Na nézzük. Egyébként ezt megnéztem Bíró Imre, nem tudom, mire gondolsz, hogy airdrop futás. Ezt megnéztem, amikor vágom a fát, de nem tudom, erre nem tudok válaszolni, nem tudom, hogy mire gondoltál. Majd fejtsd ki, hogy esetleg látod a videót. Na, Bálint Kónya, 22 perc előtt. Nem jól csinálod, mert egy sor krumplit szedj, mert ha ki, hagysz egy sort mindig. Nem. Igen, a valóságban úgy kellene, tudom, mire gondol, a krumpliszedő, ugye pörgetőre, hogy úgy kellene, hogy soronként kellene ugye ki pörgetnem, de nem marad benn gyakorlatilag a krumpli a földbe, mert akkor megváltozik a textúrája. Tehát itt igazából nem számít neki, hogy ne emem egy sort szedek, mert van egy szélessége, ugye a krumpli pörgetőnek, hogyha azt viszed, akkor azt kiszedi, érted? Úgyhogy ha már megváltozik a textúrája a talajnak, a játékban, akkor már ki van szedve. Tehát ugye olyan, mint amikor el van vedve, már ha egyszer olyan textúrája lesz. Meg van szárva, olyan textúrája lesz. Úgyhogy ebből lehet tudni. Na, Tixi írja. Hello Keeper, nagyon tetszik, amit csinálsz. Örvennék, és szerintem sok más ember is, ha leírásba betennéd a modokat. Fogadni mernék, hogy te Erdélyből írsz. Az örvennék, az nem tudom, vagy pedig nem tudom honnan, de ez nagyon... Nem azt mondom, hogy rossz, hanem tök jó. Ilyen mi ízesen beszél a csávó. Egyébként a leírásba be fogom rakni a modokat, csak még gyűlik. Még egy-két dolgot mindenképp be akarok rakni, és akkor legyen benne minden, jó? Tudom, hogy egy kicsit hanyag a keeper, meg kell volna csinálnom a modpakkot elsőre, azt akkor nem lenne egy gond. Na, hogyan kell MTZ-t csinálni Xbox-ra? Na, ez az, amire nem tudok válaszolni. Egyébként ez egy FS, újlag FS 17 videóhoz érkezett ez a komment. Hát, ha gondoljátok, akkor válaszoljatok a srácnak, Tamás Balognak, az alatt a videó alatt, én nem tudom. Na, Bali Árpád. Sorskártya ötlet, támogatást tudsz igényelni, kapsz egy traktort, újabb típus. Ilyesmi már egyébként van benne, meg hasonló, de egyébként fognak bővülni a sorskártyák még, akarok berakni nagyon különlegeseket, de majd beszélek erről még. Szia Keeper, szerintem adna az építkezés is videója, arra gondol, hogy ugye csinálom itt a kertet, és akkor az jó lenne, hogyha lenne róla a videó, és lesz is róla egyébként. Ugye hordtam a téglát hűvös halomba pénteken, szóval most már van tégla. Most akkor már lehet ezt lerakni a téglát. Vaszelka Sebastian, ő már nagyon régóta fel van iratkozó, ez azt jelenti. Nyilvános feliratkozó, 5 éve, úristen. Keeper, vegyél olyan krumpli pörgetőt, ami függesztett, vagyis 3 pontos csatolóval van felszerelve, és kardennal hajtod, mert akkor könnyebben vele forogni. Egyébként az marha jó. Egyébként az ilyen függesztett eszközök az jó ötlet, azok sokkal jobbak, mivel ugye nem csuklik, hanem nem húzod magad után, hanem rajta van a traktoron, és az egy fix, gyakorlatilag egy statikus tárgyat képez. Egy tárgy lesz a traktorra. Na, Dani írja, Dani nagyon sokat ír, és tök köszönöm szépen neki. Ő 1 éve van feliratkozva elvileg. Szia Keeper, nagyon patent lett ez a rész is, fát hord majd el egyben a homlokrakodóssal, szerintem úgy többet fizet. Egyébként igen, többet fizet úgy, de ugye az a baj, nagyon le vagyunk amortizálva, és kellett csomó mindenre a pénzt. Zoltán Bicskei kérdezte, hogy hány sör volt benned, egyébként nem. Ahhoz, hogy ilyen pörgősen videózok, megmondom őszintén, azt szoktam, benyomok 2 kávét, és akkor ilyen brutál sebességgel darálom a... Akkor így nem tudom, így átváltok egy olyan stílusba, hogy az agyam nem tudom utolérni a számmal. Én nem tudom, hogy olyan gyorsan gondolkozok, hogy mint egy gyors vonaton ülne az agyam, és akkor próbálom mondani azokat a dolgokat, amiket szeretnék. Nya. És gyakorlatilag ebből szokott a legnagyobb káosz lenni, mert szerintem így
fél mondatokat hagyok abba, történeteket hagyok abba, emiatt, mert ugye én végig gondolom, de végig nem mondom, úgyhogy egy ilyen káosz szokott lenni emiatt. Áron Nagy, Keeper, egy mobilos játékot csinálsz, mobilos játékról csinálsz videót, a neve RTHD, Spin Tires Copy. Hát lehet róla szó, egyébként gondolkoztam azon, hogy csinálok régebben volt ilyen mobilos játék bemutató sorozat videó, csak nem tudom, hogy lenne rá igény, meg mit tudom én. Ja, András Balázs, hát mióta van feliratkozva a csatornára? 3 éve, de miért? De nem volt nyilvános, biztos. Szerintem ő nem 3, ez mi 3 éve? Hát 150 éve van. Raj, sok szívet szokott kapni, more. Na, remélem ezeket a beszélköszönéseket nyitott ablaknál csinálod. Egyébként általában van, amikor igen, és itt hátul pont az ablak mellett van egy utca, és van, amikor hallom, hogy mikor itt ordítozok, hogy mennek, érted? Így gyereket így kíséri a szegény anyuka, és akkor azt hallja, hogy gyorsan száncsod már meg a földet, meg ilyen hülyeségeket. Na, Peti Garázs kérdezi, hogy a babettával mi van, a babival mi van? Hát a babi az el van adva. Az összes babettával van adva, meg fölidegesített, ide-oda rakosgattam a garázsban, amíg nem videóztam. Ezt meghirdettem, azt elvitték az egészet a francba. Na, Attila Kovács, sorskártya ötlet, ameddig MTZ van. Dobálja a nagyobb fokozatokat, ezért maximum 12-13-mal tudsz, mert majdnem ugyanez benn van sorskártyában egyébként. Körülbelül ugyanez, nem az, hogy dobálja a fokozatokat, hanem a váltó tönkre ment. Ez van benn. Ezt valaki írta már, vagy én találtam ki saját kultfőből, nem tudom. Istvánné Miskei, 4 órával cserél le a vastag gumit, mert letapossa. Na, erre legalább válaszoltuk erre a kérdésre, gyerekek, hogy a krumpli a játékba, amikor én pörgetem ki, tehát már abban a stádiumban van, hogy el kell távolítani a szárait, akkor, ha letaposom, tehát mögöttem van a krumpli pörgető, én traktor előtte megyek, és letaposom a szárát, de a krumpli benn van a földbe, tudjátok, hogy az a föld alatt van. Ha letaposom a szárát, akkor bármi kárt teszek az alatta lévő krumpliba is, az aratás közben. Értitek, mire gondolok? Erre léci válaszoljatok, írjatok erre komment, aki tud bármit is, az írja le, mert én ezt nem tudom. És többen is írták, hogy vékony kerék kéne a krumpli aratáshoz. De hát mit taposok le? Hát a föld alatt van a krumpli. A szárát akkor már mindegy, hogy letaposod, de úgyis le kell vágni. Nem, ezt nem vágom. Nem tudom. Janika Sá, várjál. Ja, András Mihalik írta, hogy igen. Mihalik András, ez nem valahol itt laksz izé Zalánban, mert nagyon ismerős a név, Mihalik. Izében van ilyen, Zalai Griszében van ilyen Mihalik. Rokona a bundiéknek. Janika Sáfrán. Hogy lehet azokat a modokat, amiket gépekre töltöttél le barakni Farming Simulator 19-be? Jó, gyereke, van ilyen izéje, hogy kell berakni a modokat? Videó. Tudti, hogy van. Hogy kell modot berakni Farming Simulatorba? Tudja, hogy van ilyen videóm a rákeresel. Matyás Fodor. Szia Keeper, két dolgot szeretnék mondani. Az első a Lumberjack mód. Ez sokban könnyít a falgásba. Például tudsz transferesse tuskozni. Na, az tök jó. Bár nem biztos, hogy akarok. Hol van itt tovább? Ja, a második pedig, hogy át tudod dobálni a fát a sineken. Kerítésen, majd a másik oldalon eladni. Hú, az olyan sokáig tartott volna, egyébként azért nem mertem megcsinálni. Zolika 3131. Sziasztok! Valaki meg tudja mondani, hogy milyen map ennek, ez ennek a neve? Ennek a neve Alsószeg. Alsószeg. Alsószeg valami. FSH mód, ilyesmi néven is lehet találni. De Alsószeget beütöd, azt biztos, hogy megtalál Zolika. Abel Kovács régóta feliratkozó, ez azt jelenti, hogy 3 éve. Keeper, mehet minden videó, amit akarsz. Ja, oké, rendben van. Zolika 31, 5 órával ezelőtt. Csokoládés traktorkerék, üdvözöllek a csatornán, itt Keeper papa jelentkezik. Jó reggelt, Vietnám, nosztalgikus Keeper, ne hagyd abba. Keszi. Na, Józsika Farkas, 5 órával ezelőtt. Az udvar építésben ne izé legyen vidi, hanem live. Na hát akkor attól izé, megőrül még, hallod? Én biztos, hogy elcsesznék valamit. Félnék. Na, Tibor Pári. Szia Keeper, majd valamelyik videóban megmutatod, hogy hogyan kell a modok árát átírni. Köszönöm előre is. Erről is van videó. Biztos vagyok benne, hogy hogyan kell a modok árát átírni. Benny Urfi. Szia Keeper, holnap lesz a születésnap. Hát akkor boldog születésnapot, Benny Urfi. Valószínűleg ez a videó még ma kikerül, úgyhogy holnap már
El fogom felejteni. Egyébként én olyan feledékeny vagyok, ezt nézzétek el nekem, léci. Na. Ne törj fel, nevezetű feliratkozó. Keeper, nagy kérés lenne, az emberek naponta két részt kapnának, mert nagyon szeretem ezeket a sorozatokat, és jó lenne, ha reggeli részben jönne egy páratlan rész, az estőben pedig egy szerencsekerekes rész. Egyébként megmondom őszintén, hogy most úgy vagyok vele, hogy legszívesebben kettőt töknék fel, csak azt még nem biztos, hogy tudnám hosszú ideig tartani, és úgyhogy próbálom úgy csinálni, hogy mindig rendszeres legyen, mindig egy órás minden nap, és akkor nem lesz benne gond. Tehát most elkezdeném máshogy csinálni, akkor ez lenne, akkor baj lenne, tudod. Akkor, hogyha nem sikerülne. Na, Viola Bence! Szia, Keeper Pop, hatalmas lett ez a rész is. Múltkori részben mondtad, nem vagyok én paukember, erre most a tetőn vágod a fát, hatalmas. Valami a lőrices megalapítás nagyon, nagyon ment. Ez így pont jó, szépen lassan fejlődsz, de ez így van jól. Hajrő, papi, köszönöm szépen, Bence. Bence. Sose tudom, hogy Bence vagy Viola. Ez valószínűleg, hogy nem Viola. Csak vicceltem, majdnem eldöltem a székkel. Na, Coover 12. 6 órával ezelőtt. Sorskártya tipp. Az egyik gépet defektet kapott, menj el a boltba és hozz új gumit neki. És itt van a izé. Ja, egyébként hasonló van. Nem gumival, hanem üzemanyagos. És gyakorlatilag ugyanaz. De amúgy jó ötlet. Kovács, különben elég nehéz új dolgokat kitalálni, mert majdnem minden egy ugyanarra megy ki. Ugye vagy pénzt veszítek, vagy vinni kell valamit valahova, vagy ilyesmi. Nem olyan túl sok opció van. Nem csoda, hogy a játékokban is a questeket nem nagyon tudnak kitalálni mindig újdonság, mert mit lehetne csinálni ilyet. Főleg egy farmos játékban, mint űrrakétát építsen. Kovács, Bendegúz és Réka. A szerencsekerék nagyon jó. Na, ennek örülök. Nem az én ötletem volt egyébként, én köszönöm szépen annak, aki kitalálta és mutatta. Bence Celle. Ó, Bence Celle, mindig látom a kommentjeidet, és igen, a nulladik rész, olvastam a nulladik rész alatt lévőt is. Szia, Keeper, mondhatnál sztorikat, mert én szeretem a sztorizgatós pillanatokat, várom a folytatást. Jó, oké, rá fogunk koncentrálni. János Horváth, jó raport, lehetne kicsit hosszabb a videó. Hát ez meg direkt ilyen egy órásra próbálom, inkább sűrű legyen, de ne legyen az, hogy ilyen, mindig olyan tervezhető legyen. Tudjátok, hogy mit tudom én, az 1 milliárd eurós kihívás az lesz egy órás, és akkor be tudjátok tervezni. Nem egy órán, megnézem, hogy nem tudom miért, tehát két részletbe akármi. János Bata, hello, szerintem, ha már ennyire nehéz a szerencsekerék, ennyit meg lehetne kérni, dezni a közönségtől, hogy amit eddig pörgettél, az már a következőben ne legyen benne. És ha már kifogytál belőlük, újból kezded. Mint a társas játékban a kártyalapok. Így is kevés esélyed van a lottó nyereményre, sőt, eddig mindegyik páros részben csak szivattad magad. De azért sok sikert a továbbiakhoz. Na, erről pont azt hiszem a következő videóban, mert már felvettem, beszéltem, hogy azért nem jó ez a megoldás, hogy mindig kikerül az a kártyalap, amit kihúztam, mert ha belegondolsz, akkor így olyan, mint hogyha sorba megcsinálnám az összes kártyát. Akkor ennyi erővel nem is kéne húzni, hanem sorba megcsinálni az összes kártyát, mert előbb-utóbb minden egyre sor kerül. Érted, mire gondolok? Hogy mit tudom én tényleg? Mivel kihúzom mindig azt, amit kiveszem mindig azt, amit kihúztam, akkor minden egyre sor kerül. Jó, biztos van olyan, amelyiket mondjuk háromszor kell 20-at dobni, meg ilyesmi, azok nem fognak, de azért nagy rész 99%-uk sor kerül. Érted, hogy mire gondolok szerintem. Antal Móricz, Keeper, én a szomszédban, Vas megyében lakom. Hát ez jó szomszédban van. Egyébként Vas megyében azt vettem észre, hogy mindig olyan kerítéseket építenek, hogy ne lássanak be az udvarba. Az tök durva, amikor először jártam erre. Ez jut eszembe Vas megyéről egyébként. Meg az a egy ilyen szép kis nóta a vasiakról, meg a lámpavasról, amikor az etemecsen voltam, és mindig azt érdekelték a zalai szurkolók, hogy nem tudom, mit tud, nem akarom elmondani, főleg, hogy itt biztos vannak vasiek. Hát, na. De nem én voltam, én csak láttam, hogy ilyet érdekelnek, hogy minden vasi lógni fog a lámpavasra, meg ilyesmi. De hát ez csak ilyen foci szurkol, hogy nyugodjatok meg, itt nagyon piszik vagyunk. Venci Dobos, szerintem lehetnének építős részek, Romtúr meg szerintem nem fontos, jó.
Noob INUC, Sea Keeper Farming Simulator 22 videó, mikor várható. Azt nem hiszem, hogy lesz, mert a Farming Simulator 19-ben sokkal több mond van, nem olyan nagy újdonsága vannak a 22-ben, hogy ott valamit is, bármit is nyernénk. Szerintem 19-szer érdemes egy komplex sorozatot csinálni most, főleg, hogyha sok móddal retrogépekkel okoz, mert 22 még nincs annyira felkészülve ilyen szinten erre. Mr. Grubby, Grubby, ugye? Ez a lelkesedés minden elfelé, köszönjük szépen. Egyébként, ja, nagyon bírom. Szeretem, amikor így rápörgök a dolgokat. Dávid Balint, Szigeti, jó játékot, köszi. Danny, nagyon sokat ír. Hello, az UTB azért 120 lovas, mert román kamion motor van benne. Aha, értem. Balázs UTB 650, jó játékot írta. Jen Christian, végre farming, bár 15 újlak is lehetne. Ezt láttam, ezt a kommentet, és gondoltam rá mindenképp, hogy válaszolni akarok rá, hogy nem hiszem, hogy érdemel lenne még egy ugyanolyan sorozatnak. Igazából és elindítok még egy sorozatot a Farming 15-ben, meg a 19-ben, ugyanazt csinálom. Valószínűleg, nem tudom, megosztom a figyelmem, összekeverném a dolgokat, szerintem nem kell. Sanyi YouTube. Szevaszt főnök! Még éri kötélpályát, ja, megéri kötélpályát építeni, mivel kötélpályán is tudod szállítani a fát. A fogakat szed össze a craft menüben, tudod avval fejleszteni a fejszínt. Ja, izében. Forestbe. Köszönöm szépen. A kötélpályát azt nem tudom. A Forestbe ugye vagyok, Westbe pedig játszottam már vele. Péter Tóth. Nekem nagyon bejön ez a stílus. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, örülök neki. Na. Game Engine 11 6 éve feliratkozom. És még mindig ez a kamaz. A Sprintáros is kamaz az izéje. A profilképe tök jó. Jui. Annyiba kiegészíteném a kárpótlást, hogy számított az, hogy milyen minőségű a Föld. Vagyis aranykoronát számolják a Föld értékének. Például a gyümölcs is mindig magas aranykorona, illetve a fekete földek is magas aranykorona. Tehát ha volt 10 hektár földed, és az miatt volt 100 aranykoronád, rossz minőségű földekből tudtál 20-30-at is összeszedni. Ja, ezzel nem nagyon nem emlékszem pontosan, mert azért annyira nem vagyok én öreg. Minket mondjuk pont átbasztak, apám még nem értettek hozzá, és kb. 40 hektár földet tudtunk volna kivenni, csak a helyi elnök azt mondta neki, hogy az csak ott lehet beváltani, ahol kiadták. És ez miatt eladta a kárpótlási jegyet. Igen, nagyon sokan eladták egyébként. Akkor annyira megzuhant az ár, hogy egy fogyasztót vettek belőle. Igen, egyébként akkor ugye mindenki, olyanok is kapták a kárpótlási jegyet, akik már rég abszolút nem foglalkoztak földet, csak lehet, hogy ugye az átkosba elvették tőlük a földeket, és ki tudja, lehet, hogy már beköltöztek a városba, már egyáltalán nem foglalkoztak semmi olyannal, hogy földművelés, és ugye kaptak kárpótlási jegyet, amiért vettek volna a földeket, ugye vásároltak volna vissza, ezt eladták, mert hát nagyon sokan meg vásárolták fel agyba főbe természetesen, és ugye emiatt tényleg bezvont az ára. Ja, vettek be, ez volt 30 évvel ezelőtt, a szép benne, hogy a fogyasztó még mindig működik, és már én használom a vállalkozásba. Csak hát 40 hektár földre lehet kicsit előbb lennék én is. De a lényeg, hogy van egy szép családunk, nem lettünk gazdagok, de szerintem senki se bánja. Majd én megváltom a világot. Amúgy durva, papi, hogy kis általános iskolás koromban a 10. Modern Spin Tires-nél találtam rád, és tudom, hogy még anyukámtól loptam a tabletot, hogy nézhesselek. És amikor mentünk nyaralni, vagy ilyesmi, letöltöttem MP4-be a videókat, és azt néztem. Aztán, amikor neked egy kicsit erőltetett volt a videózás, akkor annyira nem élveztem, és itt hagytalak. Bár azért egy-két videót megnéztem, de újból itt vagyok veled, és örülök, hogy új lendületben vagy. Egyébként már 20 éves vagyok, és most ezekkel az új videókkal visszarepítesz még a régi időkben, amikor a barátaimmal az volt a mérce, hogy ki mennyire menő, hogy mennyi videót néztünk meg tőled, és kihasználja azokat a mondokat, amelyeket te meg kimultizik veled.
Szóval imádlak, és maradj mindig ilyen, amilyen most vagy. Ez mindjárt bőgöm magam, komolyan mondom, ez nagyon durva, ez nagyon szépen köszönöm. Fú, hát azért, úristen, ez durva. És nem azért durva, nem értsetek félre, hogy most, mert szereti a videóimat, mert azért nem vagyunk olyan nagy közösség, de azt akarom mondani, hogy már egy embernek így örömet okoztam, meg emléket, és így azt szoktam mondani, most megint eltérek a témát, azt szoktam mondani, hogy minden dolog, ami az emberrel itt történik, az így a része lesz. Érted, hogy neked van valami barátod, vagy szerettél egy filmsorozatot, az benned marad, ez egy részed lesz, egész végig így végigkísér. Azt az időt eltöltötted vele, és az egy benned marad. És akkor ő benne a srácba azért valamilyen annyi nyomot hagytam, amivel úgy lehet, hogy még 40 éves vagy 50 éves korában is emlékezni fog. Volt egy videós, lehet, hogy már nem emlékszik a nevére, de tök jó emlékek vannak tőle. Ó, hát ez kicsit túl misztifikálom, de én örülök neki, hogyha bármi pozitívat tudtam adni, még azzal a szerencsétlenkedéssel is, amit csinálok, meg azzal a mérhetetlenül trash tartalommal, mert nem nevezhető nagyon pozitív építő jellegű tartalomnak, amit én itt felmutatok. Na, jó, menjünk tovább. Köszönöm szépen még egyszer. Power, Glory, 235, ezeket a neveket, ezeket honnan szeditek? Jó, Keeper the Tank se egyszerű, de az a Power, Glory, 235. Mi a 235? Wow. Nagyjából ennyi a Ja igen, egy alatta. Júj, mennyit írt alatta, apa. Ó, édes Istenem, gyerek. Szia Keeper, nem tudom, hogy neked van-e olyan ismerősöd vagy barátod, aki új játékban, és ő sem ismeri a játékot. Tehát, hogy együtt fedeztétek fel a játékot minden egyes pontját. Azért, mert én is játszottam a játékkal több száz óráig egy barátommal, mert meghívott, de nem kellett sok játékot, és rájöttem, nem jó. Ja, nem jó, ha kívülről fújja a játékot az, akivel játszol. Egy teljesen új játékos. Ugye ő ismeri a barlangokat. Jaj, bazza, jaj, én most egész végig a Farming Simulatorra asszociáltam, mondom, milyen barlangoknál rájöttem, hogy itt valami nem stimmel, mert ott nincs barlangok a Farming Simulatorban, várjál. Igen. Melyik barlangban nagyon unalmas tud lenni úgy. Az viszont tudom ajánlani, hogy minél többen vagytok, annál jobb játszani ezt. Nem lesz annyira nyomasztó, ijesztő, illetve könnyebb a későbbiekben a nagyobb busókat megölni. A csaposokat, vagy nem tudom, hogy hívják. A hangok ijesztőek tudnak lenni, igen. Illetve abban a verzióban, amiben még nem játszottuk, abban még sok hang nem is olyan volt, mint amit jelentett barlangokban. Majd a... Jó. Majd lesz a játékban olyan, hogy elkezd fázni a karaktered. Olyankor a tábortűz mellett tartózkodva el fog múlni. Minél többet vagy fázos állapotban, egy idő után elkezd csökkenteni a maximális stamina limited. A tábortüzet manuálisan nem lehet eloltani, tudtommal. Pénzzel és a falevéllel lehet táplálni a tüzet, ezzel több ideig fog égni. Amúgy én azt akarod, hogy eloltódjon, szimplán várnod kell és elalszik. A holttestet egészben is rádobhatod a tűzre és darabokban is. Abból kapod a csontot. A videóban láttam, hogy az összes húsod rátetted a tűzre sülni. Ezt nem éri meg, ugyanis csak annyit érdemes, amennyi kell az éhség elmulasztásához. Ezt tapasztalataim alapján egy raw meat. Tehát az őszből kapott hús, meg azt hiszem, van vaddisznó a havas részen. Két small raw meat madarakból kapható, illetve amikor ettél a tűzbe, akkor a busó húsát etted meg, azért adott ki olyan hangot a karaktered. Én ezzel nem szoktam foglalkozni, akkor nem befolyásolt semmit. Most nem tudom, van-e valami hatás az életerődre tekintettel. Úgy emlékszem, hogy E betűvel van világítás öngyújtó. Ha fogsz egy botot, illetve kombinálod egy klottal, akkor lesz belőle egy fáklya, időközönként le fog égni róla a klott, azért mindig tegyél rá egyet-egyet. Vannak ilyen pletykák, hogy minél többet teszünk rá, akkor tovább ég, de én ezt nem vettem észre. A harcban jó, ha van klott a fegyverem, mert azt be tudod gyújtani E betűvel, hosszú nyomba. A fegyverem így működik, csak azt elfelejtettem. Azt a fegyveren lévő tüzet úgy érdemes használni, hogy
nyomod a jobb oldali game gombot, ugye azzal a védekezés, úgy megközelíteni, azzal meggyullad a busó. Hú, köszönöm szépen a sok ötletet, próbálom megvalósítani. Bence Cele! Ja. Szia képen, nagyon tetszik eddig, amit csinálsz, a story time-ot adom, mert ez FS15-ben is nagyon tetszett. Potterral szoktunk menni erdőre maszekolni, meg ilyenek. Lehet, hogy Unturned tetszene, neked egy csomó update, én tolom egy csomót. De tőled nagyon szívesen nézném, mert te nagyon beleéled magad, és te... És ezt teszi nagyon egyedivé, amit csinálsz. Néha elvesztem a fonat, komolyan mondom. Bocsánat érte. Sok sikert és várom a folytatást. Jó, köszi. Sorskártya, nem tolhatsz. Nem tolhatsz különben 200. Minimum 200 mire tolatás. De ez jó sorskártya, la lesz. 0,5, ez jó. Ez jó. Slaverian Tracker. Van egy mód, amivel fel lehet emelni nehezebb fákat is. Lehet megérni, letölteni, hogy ne kelljen a fát 10 centis darabokra talabolni. Lumberjack mód a neve, köszi szépen. Ezt igen, ezt már mondta ugye más is. Még egy tedelebb olvastunk róla. Hello, majd meg tudod mutatni egy videóban, hogyan kell átírni a modokárat? Volt róla videó. Megköszönném, hogy feltöltenéd valahol a modokat. Igen, fel lesz, erről volt is szó. Balázs Simon, szia Keeper, nagyon jó lett, így tovább, nagyon rég láttam ilyen jó FS részeket, a mapot belinkeled? Norbert Horváth meg oda írta, osz minek neked osz? Balázs Simon, keressél rá izé, alsószeg, meg lesz az, Agrifarm, alsószeg Agrifarm, rájöttem. Mahmad Fadi. Jó, ez egy izé, ez egy mi az, tudod, ez egy ilyen bot hirdetés, ez vigyázzatok ezekkel, mert csúnya dolgok. Sose lesz meg, háromszor próbáltad, de sose lett meg, írta Adrián. Az mi az? Az egy kettes golf. Ha kettes golf, nem tudok rá taragudni. Amúgy, ha nem lesz meg, akkor letaroljuk a csatornát, tudod. Hogy ilyen sok videó van, örüljé neki, ti aztán nagyon jól vagytok, örüljé neki. Azt a betyár. Csá. Egy UTV-t vehetné. Jó, veszek. Így rá pénz. Andris Boy. Szia, Keeper. Hello. Első. László, nyersz egy traktort. László Konyhás. Gondolom, hogy ezért gondol. Soskertjára. Na, Vince Horváth. Hello, Keeper. Nagyon kira lett a rész. Annyit mondanék, hogy a Foternak ez volt az első traktora, egy 46-os MTZ, nagyon szerette, de az övén volt kabin, és akkoriban még a faluban rengeteg 46-os volt, és az akkor is volt. Volt, amelyiken volt bukócső is, szóval szerintem, ha az így magyar valóság szerűen játszott, akkor érdemes lenne felrakni rá a fülkét. Így tovább is üdvözlöm a kutyát. Sándor! Gyere ide! Üdvözlődek! Hol van Sanyi? Sanyi! Alszik, bazze. És nem kapar. Ilyenkor bizony nem kapar. Igen, fülkével jobb írta valaki. Lehet, hogy lesz spoiler az nem, de az el lesz adva a következő részben, szóval sajnálom. Bocs, de egyébként köszönöm szépen, mint a ötletet. Olivier Petrovic. Szia, Keeper, sorskártya. Faluban koncert van és elveszítettél egy fogadást, ezért neked kell kifizetni a jegyek árát, ami 2000 euró. Jó, hát még szívassatok még jobban. De jó, egyébként jó. Szia, Keeper! Szerintem én azt kérném tőled, úgy, hogy a kicsi, mint ugye így ő most azokat a dolgokat, amik ugye neked a boltban van ilyen most parkban is, akkor tudnád tölteni. És akkor Bazsi, ez szerintem trollkodik, figyeld, ezt megpróbálom elolvasni. Szia, Képes! Szerintem én azt kérném tőled úgy, hogy a kicsi, mint ugye, így ő most azokat a dolgokat, amik ugye neked a boltban van, ilyen most parkban, és akkor tudnánk tölteni, és az tök jó lenne nekem, akarsz így, szia. Ezt nem mondod komolyan. Ezt Bazsi, írjál légy szíves, hogy ez mi volt. Hogy nem tudom mit szedsz, de kell, mindenkinek adjál belőle, mert boldogságban meg lesz szerintem. Na,
Hello, valahova kirakod a... Igen, arról volt szó. Zsombi 95. Hello, Keeper. Lehet tudni, mikor lesz elérhető neked a... Nekünk a modpack. Egyébként ez miért? Egyébként, amikor pörg... Esküszöm, nem nyomtam rá negatívat senkinek. Hanem, amikor pörgetem telefonon, akkor olyan frankó, hogy így, ugye ezt látom, telón is, és így rányomsz, és akkor így random dobja, gyomor a szíveket, meg a mit tudom én, minket. Úgyhogy, ez nem az volt, ami... Ja, igen, modpackról volt szó. Mátom, Geosic. Szia, Keeper! Ez miért van, hogy FS19-et berakom módos, és csak kerekei látszó? Ezt olvastam, hát nekem fogalmam sincs erről, de itt úgy látom, válaszoltak. Szia, Keeper! A modmap párdat, igen, erről volt szó. Kabina, nekem jobban tetszik a traktor. Már volt szó róla. Én 17-ben kézzel rakom, de úgy, hogy konzolos vagyok. Igen, a krumplira gondolom. 10 óra, vagy 1 óra 10-kor gyom, meg az F1-et is látod, hogy elbírja, hogy nem. Sorskártya ötlet, pályázatod teljes, mész, felszerezés nyertél, és modot is adott hozzá. Egyébként ez tök jó ötlet. Ez tök jó ötlet. Hogy ilyen cuccod, valamit nyerünk, amivel így egy kicsit színesedik a játék, mert ez jó. Ez jó, ez jó, ezt beszívjezzük, ezt nehogy elfelejtsük. Szia, Keeper, össze tudnád rakni a modokat, amíg... igen, vágóasztal mellett van a burgonyatek. És ahhoz a sima vágóasztal nem jó. Mikor lesz Fairman Furious? Hát az nem lesz, ez csak egy ilyen próbálkozás volt, ami... Fú, az a baj az ilyen nagyon RP részekkel, amiben ilyen nagyon megtervezett vágások vannak, hogy... Egy az, hogy azt vettem észre, hogy jobban szeretitek, hogyha gazdálkodik az ember, és közben mesél. Mert amikor ilyen összevágott, ilyen sztoriszerű részeket csinálok, ami nem a lényeg az, hogy gazdálkodunk, azokat nem nagyon szeretitek. Hiányzik a csácsomi csőtészta. Jó lett, Keeper, szia! Ha megveszed, az 1200-ba kerül a 82-est, akkor tudsz rakni homlok rakodot is, van hozzá a saját kabbala az MTZ-nek. Az a baj, hogy 1200-ért nem akartam traktort venni. Ugye az ilyen nagyon olcsókat, azokat nem veszük meg azért sem, mert nem reális. Nagyon jó lett a rész, köszi Dani. Hellboy 1282, modpack. Igen, 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 lesz. István Sere, egy MTZ 50 szívesen látnék. Valószínű lesz, meg egy csomó fajta, minden millió traktor lesz. Zsolt Sebő. Ja, igen, a Wasteland Truckerhez írta, ha már magyar nemek és stratégiákban lecsokolva azon, akkor lehetne a játék is komplet magyarul és magyar fejlesztésű. Hát igen, magyar fejlesztésű, de gondolom a nemzetközi piacot is szerette volna meg célozni a készítő, emiatt nem magyar a játék, a Wasteland Truckers, ami nem is az a címe, hanem valami más már. Én meg letorrenteztem valami baró régi verziót, aztán nem is ez a neve már a játék, meg... Csúnya rossz volt a Keeper. Hogy van, Fjell Instán? Keeper the Tank! Ezt láttam, ezt a kommentet, mondom, úristen! Ja, jó, a gyerekek szerintem egyáltalán egyelőre. Ja, igen. Van itt László Szilágy írt ezt, de én láttam ezt a kommentet. Az a sorskártya kicsit kázalán jelenlegi formájában, sanszos, hogy egymás után negatív kártyákat sikerül húzni. Szerintem a már kiúzott kártyákat blokkolni kellene minimum egy húzás ideig. Akkor korrekt lenne a dolog. Pláne a Mr. Milliárd elérése esélytelené válna. Ez még jó ötlet, de az, hogy teljesen a kártyákat ugye kivenni, az nem, de ez még egész jó ötlet. Na, még nézzünk egy-kettőt. Edzi. Ja, igen, arra utal, ezt is olvastam, hogy az a zöld szar, az használhatatlan, mint egy pód. Jó, és hogy ennyire elhúzódik egy-egy rész is, nincs kicsit dinamikusabb fejlődés, attól félek, hogy hamar meg fogod unni. De ne legyen igazam. Egyébként én pont attól szoktam megunni, hogyha nagyon-nagyon hamar elérek dolgokat. Így minden az életben így, ez nagyon meg tudom unni. Hogyha gyorsan, hogyha nincs kihívás. A kihívás az így éltet engem. Direkt mindig játékokba szoktunk magunkat szivatni, tudjátok. Jó.
Kár Johnson, nagyon elkomplikálod a helyet, ha csíjedve vágnád a fát. Kipróbáltam úgy, ahogy te csinálod, csak gyorsabban és sietősebben. 50 ezer eurót lehet csinálni, vagy többet egy rész alatt. Így, hogy nagyon túlozó a realisztikus gameplay-jel, szerintem nem lesz meg az 1 milliárd euró. Üdvözlettel, Lukács! Igen, de mégse esetek át a ló túloldalára, én úgy gondolom, hogy ez egy játék. És legyen érdekes, ugye egy az, hogy beszélgetünk közben, valamennyire azért legyen realisztikus, ne teljesen, nem RP-jellegű, de mégse legyen ilyen nagyon, ne az legyen, hogy ilyen nagyon darálós, és minél inkább gyorsabban, hanem mi játszunk, és akkor ezt így kielvezzük. Bence írta itt is, hogy szia képer, nagyon várom már, milyen a játékban a krumplészedés kézzel, mert nekünk van krumpli a kertbe, de mi klasszikusan kapával szedjük kenyeres ládába. Várom a folytatás, bankkártya ötletem, kifogyott az ablak, most a folyadék 120 euró, vagy hiba van a pontkocsi nyarban, nincs pótkocsi készleten két veszen keresztül, de mással is ekével, vagy akár mivel. Ezek jók, igen. Igen, egyébként hasonló van, hogy a lerohadt a jármű, és nem használhatom. Van egy, az a baj, 32, mert most már beraktam még 2 sorskártyát, az új részek bevár, azok benn lesznek, könnyítőbbek, nem olyan nehezek, hogy ne csak negatív sorskártya legyen. Megvehetnéd az eurót, 1000 euró, nem drága, tudnád húzni vele a nem orkát, és gyorsabb, mint az MTZ. Egyébként az arróba gondolkoztam, csak 1000 euróért nem akarnám megmenni. Egyébként lehet, hogy azt csináljuk az ilyen, ha tetszik egy olyan gép, amelyik nagyon drága, nagyon olcsó, akkor mondjuk, hogyha tudjuk, hogy az, mondjuk az aró az 1000-be kerül, akkor kifizetjük, és még 900-re levonunk, és akkor 10 000-be került, érted? Ja, itt írt a Kovács Bendegúz és Réka, hogy a farming csak 999.999.999-ig éri a pénzben, úgyhogy tudja, hogy nem lesz meg az 1 milliárd eurós kihívás. Ez jó, jó, hát vegyük akkor azt már onnan, ha meg lesz. Szia, kőben nagyon jó lett rész. Én azt mondom, hogy próbáljuk ki a traktoros kombányt, vagy mit, ja, azt a vontathatót. Hát annak nincs az az Isten, hogy a földre szedjen fel a buzát is. Sebérlés se hitel. Igen, Zsolti 2007 kérdezte, amúgy hitelt nem tudsz felvenni, vagy nem szabad, és Zsolt Sebői válaszolt neki, hogy sebérlés se hitel. Igen. Melyik videó felvevő programot használ? Dávid kérdezi. Shadow Play-t most is azt fut, itt lehet, hogy a jobb oldalt fönt a sarkába írja is, hogy egy ilyen ikonja van. Ugye, hogyha Nvidia kártyád van, akkor ez gyárilag benne van. Default ugye az Alt-Z-vel tudod előhozni a menüjét, és akkor tudod használni. Daniel Schindel nagyon-nagyon-nagyon ritkán kommentel, pedig nagyon aktív volt régen. Ötlet, rejthetnél el a Mottmongi... Na ezt is olvastam, és az a baj, hogy lehet, hogy pont akkor olvasom, amikor tök nem tudok írni munka közben, vagy valami. Ötlet, rejthetnél el a Mappon gépeket, eszközöket, nagyon szétszórva, mondjuk a Showa testvére elfelejtette, keresd meg neki, és neked adja, vagy hasonló sztori elemet kitalálva, de csak elfelejtett gépekhez. Az a baj, hogy nekem kell elrejtenem a gépeket. Tehát azt valószínű, hogy elég könnyen megtalálnám. Ez jó lenne, hogyha meg ráadásul a map is mutatja. Úgyhogy ez egy nem lenne rossz taktics, hogyha ezeket a gépeket más rejteni el, és nem mutatná a map. De amúgy nem tudom megcsinálni, mert a minimapon meglátom, ért. Nem tudok hiszen, nem tudok trükközni ezzel. Egyébként ezen gondolkoztam én is, de nehéz vele trükközni. Egyféleképpen lehetne, hogyha valakit beengednék, és ez venne egy dolgot, mondjuk egy zászlót, vagy valamit, és azt lebökné valahova, és ez nem látszik a mapon. És akkor azt kell megtalálnom, és akkor rá lenne írva az zászlóra, hogy MTZ-82, ilyesmi. Na, fogol FS22-zni? Nem lesz. Szerintem túl nagy kihívás az neki, az FS22. De miért lenne nagy kihívás? Ez nem nagy kihívás. Nem... Ja, úgy, lehet, hogy úgy érti, hogy kettő sorozat nagy kihívás, de úgy magában az FS22... Igen, egyébként jól írja Zsolt Sebő, hogy nem tud annyival többet, hogy érdekes legyen, kevés és hibás modok egyébként, ez mindent megmagyaráz. Nagyon sok mod még nincsen megcsinálva. Tizede van mind a Farming Simulator 19-ben, ugye sok idő eltelt a Farming Simulator 19 és a
22 között. Több, mint a többi rész között. Emiatt a Farming Simulator 19 lett az, ami az a legtöbb mod van. Mivel ott volt a legtöbb időintervallum, amik csinálták hozzá a modokat. Modokat megmutatni, hát ezt megfogjuk, majd csöpi, kártya ötlet, belementél egy kártyába, kitölt a taktor, kereked egy részen keresztül elmasztál. Igen, ilyen van már bent csöpi, de azért köszönöm szépen. Csöpi, 2 éve fel van iratkozva, nem láttam a kommentet, hogy sosem, néha olyan emberek itt látom. Miért nem taktort adtad el és eladtad a fát és visszaveszed? Nem tudom, ez is egy megoldás lett volna, így is jó lett, hogy a portkocsit vettünk. Nem volt rossz az se. Nagyon jó lett a Vikozi. Mi a map neve? AgrarTS map. Hát, ja, a AgrarTS map. Ja, nem tudom. Mindenki nézze ki pörötenket. Kártya ötlet. Útfelújítás. Nem mehetsz aszfaltos úton, ez jó. Ez jó, azt nem el is raktam. Csomót beraktam egyébként, amit írtatok ám. Sorskártya tipp. Ha 30 percen belül kivágsz 60 fát, kapsz egy traktort. Ez lehet ragozni, változtatni, és csak egy alapra, remélem érted, mire gondolok. Ez jó! Ez jó, ezt nem láttam, de ez jó. Gyakorlatilag nem csak ilyet lehetne, hanem egy challenge-et. Lehetne challenge-eket, quest-eket csinálni, hogy mit tudom én, el kell érned a mostani gépeddel, mondjuk az 1-es földtől a 28-as földig, hogyha ezzel nem. Más. Ott, ahol vagy, abból a pontból indulva, azzal a géppel, amit éppen használsz, bele kell ugranod, és el kell menned mondjuk a kocsmába. Ha elérsz, 5 percen belül, akkor kocsmába kapsz 5000 pénzt. De ezt nem muszáj megcsinálni, mert ez egy quest. Nem muszáj felvenned. Lehet questek, baza, lehetne egy csomófajta quest. Ez nagyon jó. Ezt fel kellene írnom valahova. Várjál, ezt lefényképezem, hogy komolyan mondom, most lefényképezem, hogy ez meglegyen nekem. Ugye, ne felejtsem el. Ez jó, a questeket lehetne csinálni. És ugye ezt nem muszáj megcsinálnod. De jó. De jó, küldetések. Na, benső nézett, tényleg jó, nincsen a traktorra, Arita Bednorova írta, de hát ez egy nagyon régi videó. Alá. Na, Péter Takács írja, hát baszki kám, én meghalok rajtad, nincs még egy ilyen videó, és a világ ekkor sót csinál. Mikor kapálás közben a kecoról beszélt, akkor azt érzem, mintha egy haverrel beszélgetnénk egy sör mellett. Nagyon nagy forma vagy, nem csoda, hogy ennyi ember van itt és veled, és várja, hogy dobd az új videót. Élő, elő is kaptam egy gépörös polva, és holnap abban megyek, tese, adom pacsi neked. Hát lehet mondani, hogy egyedi és megismételtetlen. Köszönöm szépen, hát nem egyedi, meg nem egyedi ismételtetlen. Mondjuk, hogy annyira vő mindenki egyedi. Minden személy. Vártuk a folytatást. Nagyon patent, köszi. Intro zene címét tudod-e? Ja, Keeper Garázsnak hallod, ne kérdezzed. Azt tudod, mikor én ezt az intrót azt felhasználtam, 8 éves intro. Ja, Keeper a téglával vigyáz, már láttam olyat, hogy télen szétfagyott a téglajád, és megreperezett, összetörtek a téglek. Egyébként én is láttam olyat, csak nem tudom, nagyon ritkán, de valamikor van olyan, de miért? De általában meg bírja. Jaj, Heliboy, minden második videó alatt megkérdezi szegény a ízét, meg kell csinálnom azt a modpackot. Jó csatorna volt, valaki az 1 milliárd eurós kihívás alá. Akkor gondolom, hogy töröl le lesz. Szillás eladást. Aha. Míg a papa elő csak egy javaslat, optimalizáld le a játékot, mert így például mész igénye a földnek, nem realisztikus. Ezt nem tudom, mire gondoltál, hogy optimalizáljam le a játékot, azt láttam ezt a kommentet, de tényleg nem jövök rá, hogy ez mi, ez hogy gondolod, hogy mi ez. Tudom, hogy egyébként az a mész igény az brutális volt, de hogyan? Bondi írja, hogy mehet 0-24-be is, akkor se lesz meg a money. A száraz kotla nyírfát csak kiszedném onnan a föld oldalára, mert állandóan beleakadsz. Igen, hát ezt ki is szedtük utána már. Jó, gyerekek, szerintem ennyi volt.
Csinálunk még ilyen komment reagáló videókat, ha tetszik, majd írjatok. Igazából valószínűleg ez leginkább azt fogja megnézni, meg azokat érdekli, akik kommenteltek, de nem baj. Úgy gondolom, hogy ha 5 ember kommentelt volna, akkor is muszáj megcsinálni, mert hogyha már ti veszitek tényleg a fáradtságot, akkor alap, hogy nekem ezt viszonoznom kell. Na, köszönöm szépen, micsoda vörös fejem van, olyan ez a... ilyen piros színe van ennek a lámpának. Aztán úgy nézek ki, mint a hegyi rém, úristen. Csinos vagyok, mint a lótető, nagyon durva. Na jó, de nem szabad nézni a facecambe. Jók legyetek, nem dumálunk, csácsomi csöltésztak!